A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, vendégem a boldog új esztendőben, boldog új évet kívánok, Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke. Boldog új évet kívánok. Lulikám, egy kicsit tekintsünk vissza az elmúlt évre, a 35 éves, az újjá alakulás után 35 éves Vörös Marti Társaság mindennapjaira, hiszen bármennyire is voltak nehézségek, azért rendkívül fontos, és én azt gondolom, hogy alapvető programokat sikerült megvalósítani. Azt tudjuk, hogy a Covid évek után azért nehéz újra kezdeni, mert, és ezzel így volt a Vörös Marti Társaság, és annál is inkább, hiszen a felújítás már, mint a Kossuth utcai terem felújítása meglehetősen elhúzódott, az a kanosszajárás, amit megtettetek, az elismerésre méltó, hogy ennek ellenére sikerült fenntartani az irodalombarátok figyelmét különböző helyszíneken, de hát az a helyzet, hogy az mégiscsak a Kossuth utca az otthon. Egy kicsit ennek tükrében beszéljünk az elmúlt évről. Amikor kiderült, hogy a felújítás elhúzódik, akkor hogy kellett átdolgozni azokat a terveket, amelyek egyébként évről évre megvannak? Azt mondhatnám, hogy ez egyszerre volt egy nagyon nehéz esztendő számunkra, és egy dicsőséges év, hiszen valóban úgy van, hogy itt az volt a tét, és az volt a tétje ennek az egész helyzetnek, hogy tudjuk-e folytatni a Vörös Marti Társaságban azt a munkát, amit évtizedek óta teszünk, magyarul, hogy fönn tud-e maradni a Vörös Marti Társaság. Hát én azt hiszem, hogy sokunk számára ez nem volt kérdés, hogy minden körülmények között megtartjuk ezt a közösséget. A nagy kérdés az volt, hogy mikor folytathatjuk a munkát. Több mint két esztendő volt ez a nagyon-nagyon nehéz időszak. De én azt hiszem, hogy erről most már csak olyan értelemben érdemes beszélni, hogy a tagság nagy része az kitartott. És tényleg éreztem mindenkinek az együttérzését és a mindenki támogatását, vagy legalábbis a tagság többségének a segítségét, hogy életben tudjunk maradni, és mutatni tudjuk azt, hogy a céljainkat szeretnénk elérni továbbra is, a legfontosabb célunkat, a magyar irodalom népszerűsítését, és természetesen elsősorban a hazai irodalom népszerűségét is, nem csak a városra gondolok, hanem erre a régióra. Én azt hiszem, hogy ez sikerült, és az nagyon megható volt sokszor számomra az a bátorítás, amivel engem segítettek, hogy folytatni kell, csinálni kell, és nem szabad, hogy törést szenvedjen a mi munkánk. Egy kicsit azért még ássunk a mélyére, hiszen ez egy fontos kérdés, mielőtt arról beszélgetnénk, hogy mi minden történt 2022-ben. Te hogy látod, mi ebben a felgyorsult 21. században a küldetése egy irodalmi társaságnak? Hát természetesen a változatlan cél az irodalom népszerűsítése, és éppen a rendezvények szolgálják ezt, aminek az elmaradása az mindig azzal a veszéllyel járt, hogy nem tudjuk kellőképpen népszerűsíteni az irodalmunkat. A saját irodalmunkra különösen gondolhatunk, itt elsősorban persze a fehérvári kortárs irodalomra és írókra, költőkre gondolok. Hát rendezvények nélkül, találkozás nélkül a hallgatósággal, az olvasókkal, ez szinte elképzelhetetlen. Ezért volt az, hogy
hála jó Istennek a város intézményei megértették nagy részt, megértették a helyzetünket, és készséggel segítettek nekünk. Annak meg különösen örülhetünk, hogy ez a két esztendő volt az, amikor megjelentek nagyon tehetséges, ígéretes fiatalok, költők, írók egyaránt, és ők talán tovább tudják ezt a szándékot és ezt az akaratot vinni és erősíteni bennünk. Ez nekem most nagyon-nagyon fontos volt ebből a szempontból ez az év, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a célkitűzést mi tovább tudjuk folytatni. Igen, hát az ifjúság felkarolása a következő kérdésem. Én azt hiszem, hogy ott voltunk azokon a rendezvényeken, ami a Grundban volt, meg több más helyszínen is, és kiadványok is jelentek meg ennek kapcsán. Én azt hiszem, hogy a fiatalok, az irodalom kedvelő fiatalok szép lassan, ha úgy tetszik, újra megtanulnak írni, és közzétenni mindazt, amit gondolnak a világról. Én nagyon bízom abban, Lajos, hogy az ő rendszeres szerepeltetésük az nagyon sokat fog nekik segíteni. Így pályakezdőként, vagy a pályájukat nemrég kezdett fiatalok számára. Hiszen ha saját életünkre, pályafutásunkra gondolok, akkor hát az elkerülhetetlen, hogy mit jelentette számomra, mit jelentettek az első megjelenések mondjuk, vagy az első találkozások hatalmas, nagy irodalmi egyéniségekkel, és hát itt persze sok fehérvári íróra, irodalomtörténészre, költőre gondolhatunk együtt, többek között például Sóbor Antalra, vagy Román Károly tanárra, és lehetne sorolni. Én, hát a jó Istentől csak egyet kérhetünk mi, idősebbek, hogy a fiatalok számára a mi munkánk, vagy akár a mi emlékezetünk ugyanannyit jelentsen, mint nekünk jelentettek az elődeink. Határon túli irodalom napjai. Egy kicsit most léptünk egyet az időben. Én azt mondom, hogy esztendőről esztendőre rendkívül fontos, hogy itt vannak velünk. És ugye ez természetes számunkra, vagyis természetes volt mindaddig, amíg nem jött a Covid, illetve nem jöttek a különböző egyéb problémák. Lásd itt orosz-ukrán háború, és így tovább. Hát azt hogy sikerül megnyerni őket, hogy továbbra is higgyenek abban, hogy itt Székesfehérváron ez egy olyan találkozóhely, ami előre viszi egyik oldalról a magyarság tudatot is segíti, másrészt pedig a határon túli irodalom a magyar nyelvű képviselőit mindenképpen. Hát én remélem, hogy sikerült meggyőzni őket, és bár olyan nagyon nem kellett, hiszen nagyon jól tudotta is, hogy állandóan azt hangoztatják évről évre, hogy ők hazajönnek Fehérvárra. És ez nekem mindig egy meghatottságot jelentő öröm. Arról nem beszélve, hogy micsoda barátságok szövődtek itt az évek során. Mondhatom azt, hogy és nem csak munkakapcsolatra, vagy irodalmi kapcsolatra gondolok, hanem kiváló barátságok szövődtek. Nyugodtan mondhatom, hogy életre szóló barátságok. Nemrég voltam Zirig Árpádnál kint Felvidéken, és hát ő tolmácsolja mindig tulajdonképpen a felvidéki íróknak a ragaszkodását és véleményét, vagy ott van Száraz Pál, akinek nemrég adtuk ki a könyvét. Tehát és ezek a legnagyobb erőt és energiát adják az embernek, ezek a barátságok. De sorolhatnám a délvidékieket, vagy a kárpátaljaiakat, akikre aztán most tényleg, akiknek aztán tényleg nagyon szükségük van minden baráti jelre. És hogyha már itt tartunk, akkor hadd említsem meg, hadd emlékeztessek arra, hogy két részletben kivittünk Kárpátaljára Vörösmarty Társaság tagjai által összeadott élelmiszercsomagot. Közel 800 ezer forint, nem is, több mint 800 ezer forint értékben. Igen, Vári Fábián Lászlóval beszélgettünk erről, ugye, aki azért
ott él és tudja, hogy mi mindent köszönhető, illetve hát ez oda-vissza igaz a irodalmi társaságoknak, akik azért folyamatosan figyelemmel kísérik nem csak az ő munkásságát, hanem önmagában a kárpátaljai létet, a kárpátaljai mindennapokat. Úgyhogy ez nagyon jó példa erre. Milyen tanulságokat hozott az idei határon túli magyar irodalom napjai? Hiszen olyan előadások voltak, amelyek azt hiszem, hogy példaértékűek és rámutatnak arra, hogy mivel kell megküzdeniük a magyar nyelvápolóinak. Megerősítette bennem azt, amit én évek óta hittel vallok és hittel mondok, hogy az ő munkásuk és az ő életük, az életművük az egy csodálnivaló bátorság. Hiszen hát Vári Fábián is elmondta, hogy ugyan mondhatni azt, hogy a határok megszűntek, vagy éppen Kárpátaljára, ez nem igaz, de azért mégis megvannak a határok, amik mögött ők élnek, vagy ami őket körülöleli. És hát nem egyszerű az ő helyzetük olyan szempontból is, hogy amit írnak, annak mindig fokozott következményei vannak olyan értelemben, mint nálunk. És ezt a bátorságot, ezt a nyíltságot és a szókimondást ők vállalják. A magyar nyelv, a magyar lét az ottani világ, magyar világ érdekében. Ez egy fantasztikus, példaértékű viselkedés, és le a kalappal előttük, és én nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezekért a barátságokért, pontosan például az ő példamutatásukért, amiből mi tanulhatunk. Ez nekem ebben a rettenetes, nehéz időszakban, amiben éltünk, ez nagyon-nagyon sokat jelentett, talán a legtöbbet. És megerősíti az embert abban, hogy hiába vannak, akik elhagyják a süllyedő hajót, de azért a munkánknak menni kell, folytatódni kell, és fantasztikus értéke lehet. Egyetértek mindenképpen, és ami ezt azért sugározza, az a vár. A vár sorsa az mindig kérdéses, de mindig azért sikerrel zárul az a kérdés, és felkiáltó jellel, hogy van vár, és ez a lényeg. Hát Lajos, sorba szűntek meg az irodalmi folyóiratok az elmúlt hónapok során az országban, és sorozatosan halljuk azt, hogy milyen nehézségekkel tudnak fönnmaradni, már ha fönnmaradnak, átmennek online formába, vagy egyáltalán megszűnnek irodalmi folyóiratok. Hát számomra, vagy számunkra a legkedvesebb gyerek az a vár. És hát nagyon jól tudjuk, sőt talán beszéltünk is róla, hogy irodalmi élet, irodalmi folyóirat nélkül nem működhet, nem lehet. Én nagyon bízom benne, hogy ezt mindenki, az eddigi támogatóink és mindenki érzi és értékeli. Egy nagyon-nagyon fontos folyamatra szeretném most fölhívni a figyelmet, vagy talán már másodszor, mert folyamatban van Dunaújváros és Székesfehérvár irodalmi testvérvárosi kapcsolatának a rögzítése. Tehát ezt a kapcsolatot mi ismerjük hosszú évek, évtizedek óta, tudjuk, hogy létezik, de most ezt ilyen rögzített formában, tehát fogunk Dunaújváros önkormányzatával fogunk kötni, és a Dunaújvárosi írócsoporttal fogunk kötni egy megállapodást a két város irodalmi testvérvárosi kapcsolatáról. Ez egy hatalmas lehetőség számunkra és számukra is, de hát én nekem meg aztán ez egy különös büszkeség, mert ez egy országban, az egész országban egyedülálló. Ez azt jelenti, hogy kitágul a világ minden alkotónak, íróknak, költőknek, publicistáknak egyaránt? Hát ez a táguló világ, ez megvolt eddig is, de most talán nagyobb lendületet ad. És nem elsősorban a fehérváriakra gondolok, hanem a dunaújvárosi kollégákra, akik rendkívül nagy
örömmel fogadták el ezt a javaslatot, és hát van egy titkos vágyam még ezen kívül is, hogy ne csak Dunajvárossal, hanem Dunajváros és Fehérvár kapcsolatának példája nyomán más várossal vagy településsel is lehessen ilyen irodalmi kapcsolatot létrehozni. Igen, hát ez egy jó út mindenképpen. Hát ez óriási lelkesedést és lendületet adhat a régió vagy a megye településeinek. Ami viszont megerősítést ad, az mindig azok a kötetek, amelyek megjelennek. Én azt gondolom, hogy érdemes beszélni arról, hogy a Vörösmarty Társaság költő és publicista tagjai is egy-egy kötettel egyszerűen azt gondolom, hogy közelebb hozzák az irodalmat, a magas irodalmat, ha úgy tetszik, a fehérvári olvasókhoz, és erre van igény is. Itt most ebben az értelemben hol tartunk? Hát nézd, ez tulajdonképpen hasonló, mint a várban, vagy bármelyik folyóiratban való megjelenés. Tehát azt hiszem, hogy mindenki számára ez a legfontosabb. Igen, író. Igen, kézbefogható. Így van, író ember számára ez a legfontosabb, és a legnagyobb visszaigazolása a munkájuknak. Most természetesen az elmúlt években kevesebb könyvet tudtunk kiadni, de kiváló könyveket adtunk ki, és fiataloknak is, pályakezdő fiataloknak is a könyveit. Említsünk meg néhányat, csak azért, hogy ízlelgessük, hogy... Hát például legutóbb Bokros Judit még meg nem jelent, illetve a nyomdában már elkészült, tehát készen van Bokros Judit könyve, ebben a hónapban lesz a bemutatója, vagy Prax Leventének a könyve, tehát azt hiszem, hogy számukra ez nagyon-nagyon fontos, mint ahogy mi számunkra is, mert egyértelmű. Így tudjuk magunkhoz kötni őket, azt hiszem, hogy... Igen, mert azt a korosztályt ismerjük, amelyek a tiétek, a ti korosztályatok nyilvánvaló, tehát a sajtos, kális sajtos, nem sorolom, te magad és így tovább, de azért fiatalok, a feltörekvő fiatal tehetségeknek is meg kell mutatkozniuk. Igen, hát évek óta hallottuk már, némi rosszallással is időnként, de hallottuk, hogy jöjjenek a fiatalok. Ez most természetes, és így is kell lenni, és hát most olyan fiatalok kerültek közelebb hozzánk, és a Vörösmarty Társaság vonzás körébe, akiket nagyon komolyan fogunk tudni használni, és hát én úgy érzem, hogy, és remélem nem tévedünk, hogy szép jövő előtt állnak. Igen. Nagy érték például az, hogy Váci Márk, a Vörösmarty Társaság hoz tartozik, és egyik szerkesztője lett a várnak. Tehát igazán reménykedhetünk, és hát a középiskolás fiatalokat megszólítja a Bokros Judit a rendezvényeivel. A legjobbak bekerülnek időnként a várba, de nyilvánvaló, hogy ez nem egy diák folyóirat, így tényleg csak a legkiválóbb és legígéretesebb írások jelennek meg. Egyértelmű, de hát ez a jövő útja mindenképpen. Viszont most egy kis múltidézés következik, hiszen két fantasztikus emberre is kell emlékeznünk ebben a hónapban. Egyik Sobor Antal tanár úr, a másik Román Károly tanár úr. Hoztál egy verset. Én most akkor először is arra kérnélek, hogy ezt hadd hallgassuk meg együtt. Igen. Igen. Holnap lesz a Vörösmarty Társaság termében, amit hát különböző apparátokkal fogunk befűteni, mert nincsen fűtés továbbra sem. Tehát holnap lesz egy felolvasó est Sobor Antal műveiből. Azért a holnapi napon, mert közel vagyunk a II. Magyar Hadsereg Doni áttörésének, tehát a Doni áttörés évfordulójához, és tudjuk, hogy Sobor Antal munkásságában ennek nagyon fontos szerepe volt. Azt hiszem, hogy örökérvényű szerepe egyrészt, másrészt pedig hát közel vagyunk Sobor Antal születésének az évfordulójához.
90 éves lenne, és hát ezért született ez a vers. Sobor Antal hiánya. Perelnélek, Uram, tehát tudom, ezt nem lehet. Te vagy a legfőbb bíró, nincs más, kihez fordulhatnék nagy szomorúságomban, amivel éppen te teszel, ezt is tudjuk, próbára hitemben. Szolgád, mégis kérdelek, Uram, miért ez a súlyos teher, azok elvesztése, ami miatt a legfájdalmasabb, zavarodott életeket éljük halálunkig. Azt is tőled tudjuk, Teremtőnk, hogy a földi rend szerint születünk, és botladozva, vakon bejárva az általad kimért utunkat, meghalunk, ki-ki érdeme szerint reménnyel várja kegyelmedet. Mégis nem tagadhatod meg, Uram, aki bátorságot is adtál nekem, hogy szemedben évek kérdezzem, tudod-e, milyen fájdalom elhagyatottságunk a te akaratodra? Mert vergődésünkben nincsenek, akikhez eddig fordulhattunk, bátorító igaz szavakért, egy-egy ölelésért, kézfogásért, és ami óriássá tett érdemtelenül, adhattunk keveset mi is a számukra. Ezért perelnélek, Uram. Igen, ez egyfajta reakció a Perelj Uramra. Igen. No, én azt gondolom, hogy Sobor tanár úrnak nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, és hát természetesen egy hosszú beszámoló is lesz erről a találkozóról, de ez ugyanígy vonatkozik Román tanár úrra. Én azt gondolom, hogy Román Károly azok közé, az irodalom és történelem tanárok közé tartozik, és majd erről is lesz egy külön beszélgetés, hiszen kevesen tudják, hogy az 1956-os forradalom egyik elindítója ő maga volt, és erről méltatlanul kevés szó esik, de amit itt Székesfehérvár irodalmi életért tett, az megint csak kiemelkedő, és ezért is üdvözöljük, hogy egy méltó emléktáblát avatása lesz majd a Vörösmarty Társaságban ott a Kossuth utcában. Ezt hogy sikerült megoldani? Nehezen. Ez is elég nehezen ment. Hosszú hónapok kellettek ahhoz, hogy az engedélyeket megszerezzük. Minden rendben van most már, hála jó Istennek, úgyhogy 16-án Elsimon László, költő, barátunk, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, József Attila díjas költőről van szó, fölavatja Román tanár úrnak az emléktábláját a Kossuth utca 14 szám alatti székházunk falán. Jó, tehát elindult az élet. Természetesen erről beszámolunk, ott leszünk. Milyen jövőképed van, Lolikám? Mit kívánjunk neked, az irodalmi társaságnak és neked? Hát már elkészültek a tavaszi terveink. Minden olyan rendezvényt, amit eddig, tehát hagyományos rendezvényeket, amit eddig bevettünk a programunkba, azt meg fogjuk tartani. Most talán megoldódik majd a teremfűtése a közeljövőben, ha nem, akkor ilyen ideiglenes rendszerrel, tehát fűtőtesteket tettünk be a terembe, ezzel be tudjuk fűteni a termünket. Tehát ott is elkezdődhet az igazi tevékenységünk, és én remélem, hogy amire a nagy tavaszi rendezvényekre sor kerül, addigra már semmi probléma nem lesz. Tehát világos, hogy meg fogjuk tartani a Magyar Kultúra Napját, a Költészet Napját. Természetesen a leges, legfontosabb kapcsolatunk a lengyelekkel, és ennek az egyik rendezvénye a Lengyel Irodalom Napja Székesfehérváron. De hát minden olyat, amit tervezünk, azt én nagyon bízom benne, hogy minden gond nélkül meg fogjuk valósítani. Történjék így. Nagyon szeretném. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél.
Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.